Tisztelt államtitkár úr, Európát többféle veszély fenyegeti, többek között a terrorizmus vagy a világjárvány, és ez a kettő találkozik az illegális migrációban. Tehát világos, hogy Európa határait védeni kell. Magyarország a déli határokat megvédi, többféle módon, többek között a kerítés építésével, és ennek voltak követőink, hogy néhány országot említsek, Görögország, Spanyolország, Bulgária, Szlovénia, Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, és azt látjuk, hogy most az afganisztáni helyzet változásával bizony több millió ember várakozik, hogy nyugat felé induljon. Ebben az évben 100 000 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, és 1000-nél több embercsempész ellen indult eljárás. Úgy tudjuk, hogy körülbelül 600 milliárd forintba került ez a védekezés eddig, nyilván államtitkár úr pontosítani fogja ezt az összeget. És most Brüsszelhez fordulunk, hogy legyenek szívesek részt vállalni Európa védelmében. Tisztelt államtitkár úr, sajnos azt tapasztaljuk, hogy a kormány erőfeszítései mellett a baloldali ellenzék nem támogatja ezt a tevékenységet, hiszen vezetőjük többször hangoztatta, hogy nem támogatja a határvédelmet, illetve amikor 19-ben felmerült az uniós részvétel, akkor a DKEP képviselője Doblev Klára elutasította azt. Mi a KDNP képviselői természetesen támogatjuk szuverenitásunk megőrzése érdekében a bevándorlásnak a megakadályozását. Kérdezem államtitkár urat, hogyan alakultak a határvédelem pontos költségei, és mi a véleménye, hogy Brüsszel miért nem kíván ebben részt venni? Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Németh Szilárd István államtitkár úrnak, miniszterhelyettesnek. Miniszterhelyettes úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, nagyon időszerű és nagyon súlyos az ön kérdése. Egy mondattal tudnék rá válaszolni. Brüsszel azért nem támogatja a magyar határvédelmet, mert nem akarja. Nem megállítani akarja a migránsokat, hanem megszervezni a beutaztatásukat. És ebben úgy, ahogy ön említette, tisztelt képviselő úr, a hazai baloldalra mindenkor számíthat. Pedig óriási nagy a baj. Ha azt nézzük, hogy november 7-én estig, tegnap estig 112.259 migránssal szemben intézkedtek a magyar honvédek és rendőrök. Ez a szám tavaly 31.778 volt ugyanebben az időszakban. 1035 bűnözőt fogtak el, akik embercsempészettel foglalkoznak. Ez tavaly 349 volt. És van még egy nagyon fontos változás itt az ország déli határánál, hogy nem csak mennyiségileg változott meg a migránsok száma, hanem minőségileg is a módszerek. Egyértelműen jól látható, hogy szervezetten, csoportosan érkeznek, sőt, talán a szervezet helyett mondhatnám azt is, hogy kiképzetten, hiszen csupa fiatal férfi ember érkezik a határa, és követik el azokat az erőszakos cselekményeket, amelyek egyre inkább, és most már naponta többször is jellemzik a határ átlépésüket. Egyedül a kerítés az, illetve a hozzárendelt műszaki és jogi határzár, illetve a magyar honvédek és rendőrök lelkiismeretes munkája, amelynek következtében elérhettük azt, hogy mind Magyarország, mind pedig Európa biztonságát szavatolni tudjuk, és ehhez, mivel még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy schengeni szerződésben vállalt kötelezettségünket teljesítjük, ehhez mindenféleképpen Brüsszelnek is hozzá kellene járulni, de nincs meg az akarat Brüsszelben, mert ők migránspárti politikát folytatnak. Köszönöm, miniszterhelyettes úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak, parancsoljon. Tisztelt államtitkár úr, mi egyértelműen támogatjuk a miniszterelnök úrnak azt a levelét, amit a múlt héten e-tárgyban írt a bizottságnak, hogy ismerje el a külső határok védelmét és járuljon hozzá a költségekhez. Emellett támogatjuk a tranzitzónák visszaállításának lehetőségét is, hiszen ezzel biztosított lenne, hogy a menekült státuszról határon kívül döntsenek. Még egy megjegyzésem lenne,
Sokan azt kívánják, hogy a keresztény demokraták az egyéni ember védelmében lépjenek fel. Mi megtesszük, azt valljuk, hogy helyben kell segíteni, itthon viszont a felelősségünket a társadalom irányába kell gyakorolnunk, vagyis védelmet nyújtani az illegális bevándorlással szemben. Hiszen, ahogy államtitkár úr is mondta, ezek a bevándorlók nem kifejezetten segítségre szoruló, hanem más célra idejövő emberek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országos viszonválasz illeti meg miniszterhelyettes urat, parancsol. Köszönöm szépen, egyetértve mindennel, amit mondott képviselő úr, azért szögezzük le, hogy az igazi veszélyt itt bevándorlás kérdésében a hazai baloldal jelenti. Egyértelmű, hogy ők Brüsszel akaratát, ha úgy tetszik, a soros tervet szeretnék megvalósítani Magyarországon, és hogyha kormányra kerülnek, ezt meg is fogják tenni. Világossá tették mindenki előtt, hogy le fogják bontani a kerítést. Világossá tették mindenki előtt, hogy be fognak mindenkit engedni a déli határrészen. Azt is világossá tették, hogy a kötelező elosztási mechanizmust is teljesíteni fogják. Ezzel a kör teljes egészében bezárult. Sőt, hogy Gyurcsány Ferenc legújabb bábját, a legújabb miniszterelnök jelöltjét, Márki-Zay Pétert idézzem, azt mondta nekünk, hogy nekünk magyaroknak közös háztartásokban vagy házasságokban kell majd együtt élnünk a migránsokkal. Azt gondolom, hogy ez a mondat önmagáért beszél, mi ezt nem hagyhatjuk. Mi nekünk meg kell állítani a baloldal álmokfutását, meg kell védenünk Magyarország és Európa biztonságát, és ezt fogjuk tenni. Köszönöm, miniszterelnök.